Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz. Kimerem mondani, hogy a csatorna életében az egyik legfontosabb videó, amit valaha készítettem, készítünk egy hölgyel, akinek kérdést fogok feltenni. Köszönöm szépen a segítségét. Hogy miről is lesz szó, ugye a mai világban az a helyzet, hogy a klímaváltozás az nem vicces dolog. Az egy nagyon komoly dolog, komolyan kell venni. Az ember kicsit tönkretette a földet, és az ember is tudja ezt jóvá tenni. Az interjúban is hallható lesz, de körülbelül 10-15 évünk van azzal kapcsolatban, hogy minél gyorsabban meghozzuk ezeket a döntéseket, ezeket a változásokat, hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekeink egy élhető földön éljenek. És az a legfontosabb az egészben, hogy vannak intézmények, akik tenni akarnak azzal kapcsolatban, hogy arra tanítsák, arra neveljék a hallgatókat, az embereket, hogy igenis meg tudjuk minél gyorsabban, és meg is lehet oldani ezeket a problémákat, ilyen az Edutus Egyetem. Ezzel kapcsolatban a passzív házakról fogunk beszélgetni, mivel én nem nagyon értek hozzá, ezért Zsófiával fogunk beszélgetni, kérdéseket teszek fel neki, és kérlek szépen, hogy figyeljetek, ez egy nagyon jó megoldás, hogy a klímaváltozással kapcsolatban tegyünk valamit, úgyhogy akkor hallgassuk is meg Zsófiát. Üdvözlünk Zsófit a nézőkkel, nagyon szépen köszönjük, hogy a segítségünkre vagy ebben a videóban. Ugye az Edutus Egyetemről és a passzív házakról fogunk beszélni, te azért jobban otthon vagy ezekben a dolgokban. Először egy pár szót szeretnénk, hogyha mesélnél magadról, mivel foglalkozol. Sziasztok! Köszönöm szépen itt a beszélgetés meghívást. Én Molnárné Dőri Zsófia vagyok, energetikai mérnök a végzettségem, és többek között az Edutus Egyetemen is tanársegédként oktatok olyan ismereteket, ami szerintem nem csak egyetemi szinten, hanem ugye ahogy az Edutus Egyetemen is van különböző felsőoktatási szakképzés, vagy létesítménykarbantartó képzés, ugyanúgy a hétköznapi embereknek is érdekes lehet, mert végül is mindenki a saját házában egy létesítmény üzemeltető, tehát hogy hogyan szigetelje be, vagy mit jelent az, hogy energiatakarékosság, passzív ház, ezeket ugye lehet itt az egyetemen is, a külön bemutató passzív ház kapcsán is megnézni, meg hát akkor szeretnék egy-két szót itt a hallgatóknak is elmondani, hogy esetleg haza tudják vinni Tarsolyban az ötleteket. Ugye az Edutus Egyetemről beszéltél, helyileg hol található ez az egyetem? Ez az egyetem Tatabányán található. Tatabányán? És külön kiemelném, hogy nagyon jó megközelítési lehetősége van, mert vonattal, busszal és biciklivel is, illetve gyalog az állomásokról oda lehet menni, nem mellesleg autóval is, de preferáljuk ugye minden más közlekedési eszközt, ami szintén a klímavédelemhez, illetve a fenntarthatósághoz kapcsolódik. Nem mellesleg az Edutus Egyetemen készült egy 3 napelemmel működő kis tricikli, a Napcsiga. Arra is ilyen lehet van. Majd keresni, mert a Facebookon fel van. Hihetetlen, hogy ilyen van. Mondom, ahogy ugye így beszélünk a témáról, hogy nekem is nagyon új ez a dolog, ez a történet, és ez fantasztikus, és akkor itt ugye a fő témánk az, hogy vannak olyan intézmények, akik tenni szeretnének a környezet védelemmel kapcsolatos dolgokban. Az elején ugye az Edutus Egyetemről, ha mondanál pár szót, hogy miket lehet ott tanulni, mert én nagyon nem vagyok otthon ezekben. Amint említettem, itt különböző szakok vannak. Elsősorban ugye az Edutus Egyetem az gazdasági vonalról indult. Igen. Illetve nyelveket lehet itt tanulni. De a műszaki képzés is most már megerősödött. Ugye mechatronikai mérnököket is képeznek. Egy kicsit ugye robotika, lézer technológia. Tehát ezek azért olyan dolgok, amik így a műszaki is fiúkat, illetve lányokat is ugye érdekelni, igen. Elég menő témák, illetve ugye egy 5 éve létesült ez a bemutatóház, ez a passzív ház, amiről most beszélni fogunk, és ennek kapcsán pedig energetikai irányok léptek életbe, ugye itt már említettem, hogy van külön felsőoktatási szakképzés, vagy egyetemi szintű, illetve felső főiskolai szintű, tehát BSC, MSC szintű képzés is, és akkor ott pedig lehet ugye
különböző műszaki menedzsernek tanulni, vagy pedig létesítmény üzemeltetőnek. Úgyhogy Van ilyen választék. szakok közül lehet választani, és ugye nem feltétlenül egyetemi szinten, hanem ugye ez ilyen felsőfokú továbbképzés, Érthető, illetve igen. BSC-s szinten is. Említette Zsófi nekünk, hogy a passzív ház, ugye ami a fő témánk, ezek a passzív házak ugye akkor úgy gondolom, hogy akkor Tatabányán találhatóak, ahogy az egyetem is, mert az egyetemhez kapcsolódnak, hogy mi a célja ennek a passzív háznak, mik azok a passzív házak, ugye, mert így lehet, hogy sok mindenkinek nem mond semmit, hogy passzív ház. Passzív házak azok alapvetően olyan házak, amik ugye nem terhelik a környezetüket, hanem minimális energiafogyasztásuk van. Általában ezek nagyon jó déli tájolású, szigetelt házak, aha. És különböző megújuló energiaforrásokat használnak föl a felmerülő nagyon kicsi energiaigényüknek a kielégítésére. Gondolok itt arra, hogy napkollektor, napelem, aha. Környezeti hő, hőszivattyúval. Ugye ezek mind olyan dolgok, amik egy-egy házban ugye egy vagy két rendszer található meg, mondjuk ugye a fűtésre alkalmaznak mondjuk akár biomasszát, akár mondjuk hőszivattyút, és akkor mondjuk a villamos energia termelése pedig ugye napelemet általában, aha, igen, igen. Bár szélsőséges esetben akár növényolaj alapú generátort is lehetne használni, de az igen, kevésbé azta. Terjedt el hazánkban. Lényeg az, hogy itt a bemutatóházban, Tatabányán, igen. Ezek közül a technológiák közül többet is bemutatunk, tehát ebben a házban azért túl van minden úgy méretezve, hogy elég lenne csak egy-egy rendszer, hogy ellássa a komplett épületet. Aztán. Ezért ugye nincsen pont passzív ház pecsét rajta, aha. Mert ugye másképp lett megkonstruálva, tehát ez egy ilyen bemutató ház lett. Szóval akkor ez egy hosszú távú folyamat, ez egy hosszú egy távú hosszú távú befektetés. Folyamat, de hogyha az ember, igen, hogyha az ember abban gondolkodik, ugye, hogy felújítson egy kicsit, hogy valamit javítson az épületen, akkor megéri, mert kiderül ugye, hogy az a napelem az sokkal több ideig fog termelni, és aha. Sokkal több ideig ugye rendelkezésre áll. Olyan kérdésem van, ugye mondtad, hogy ez a passzív ház, ez miatt épült, ugye ezt a célt szolgálja, hogy minden található benne, viszont hogyha én például a saját házamat akarom így hogy átalakítani, azt is át lehet? Vagy külön ilyet kell építeni? Az a helyzet, hogy amit én javasolnék, az az alacsony energiafogyasztású ház, aha. És azt viszonylag könnyű elérni. Maga a passzív minősítés az ugye már egy lépcsőfokugrás, ott már olyan technológiák vannak, hogy mondjuk a szellőztetést is, mint ahogy itt is a passzív háznál hővisszanyerős szellőztető rendszerrel oldják meg, tehát az már inkább technológiai igényes, de egy alacsony energiás háznak a kialakítását ott kezdődik, hogy beszigeteljük a házat. Igen, igen. Tehát alapvetően télen sem megyünk ki ugye kabát nélkül, tehát a házunk is, hogyha szigetelés nélkül fűtjük, akkor csak ontja magából a hőt, és az mind ugye veszteség. Tehát az eleve a fűtésen nagyon-nagyon sokat, akár a felét meg lehet a fűtés számláknak takarítani azzal, hogy beszigeteljük. Villamos energiában itt hoztam is egy-két ilyen eszközt, amit igen. Bemutatnék. Vannak nagyon szuper kis kapcsolóórák, ez egy digitális kapcsolóóra. Igen. Na ezek, amik ez nem mondanak egy semmit ilyen nekem. Mechanikus léptető kapcsolóóra, amivel bizonyos eszközeinket mondjuk le lehet akkor állítani, amikor nem szeretnénk, hogy fogyasszanak. Sőt, mutatok egy még egyszerűbbet itt. Igen. Van egy gomb, igen. Hogy az ember lekapcsolja. Na, én ezt nem szoktam lekapcsolni. Igen, tehát egy hosszabbító, elosztó, egy gombbal, hogy igen, kapcsoljuk ki. Ezek most aha. Már ugye kereskedelmi forgalomban kaphatók, és ami itt látszik, az pedig egy energiafogyasztás mérő, nyilván ez nincs minden háztartásban, a passzív házban ezt a bemutatókon meg szoktam mutatni, mutatja, hogy éppen most ugye a laptop mennyit fogyaszt, azzal, hogy töltjük, illetve ki lehet mérni, hogy mik azok az energiapazardó rendszerek aha. A házban, mondjuk egy elavult mélyhűtő, ami egyszerűen éjjel-nappal be van kapcsolva, és csak viszi a aha. Pénzt a házból. Azt. Tehát, hogy így ki lehet mérni, de akár annyi, hogyha az ember rendszeresen leolvassa a villanyórát, igen. Ugye, minden nap, akkor meg tudja nézni, hogy például éjszaka
miért van bekapcsolva a wifi, a router, tehát jó, valaki persze éjszaka netezik, oké, rendben, de legalább aludjunk is az alatt a 6-8 óra alatt legyen kikapcsolva, tehát nem kell Értem, ez feltétlenül ennek érdekes. Folyamatosan mennie. Ha már fogyaszt. Igen, mert fogyaszt. A következő kérdésem, Zsófi, hogy a hallgatók hogyan találkoznak a passzív házzal az oktatásban? Szerintem eddig ugye kevésbé játszott szerepet, bár igen, most, hogy így beszélünk róla, lehet, hogy most már ez a szerepet fog játszani, hogy jé, van ilyen, akkor nézzük meg és válasszuk ezt. Ugye nem csak szakképzéseken, hanem azért látogatóknak is aha, nyitott ez a az Edutus Egyetem passzív háza. Nyilván a vírushelyzet az most igen, blokkolja a nagy látogató tömegeket, de majd, hogyha ez elmúlik, akkor ugye újból folytathatjuk ezt, hogy külsősök is jöhetnek, és ugye akár gyerekeknek, külsősöknek is el tudjuk hogy magyarázni. Bárki megnézheti. Hát egyszer várunk téged jó, is. Jó, oké. Okay. Hogy ott is megnézni, és ne csak beszéljünk róla. Igen. Alapvetően a hallgatók, azok ugye például a létesítmények, műszaki szolgáltatásainak irányításánál mind a technológiák telepítését, mind az üzemeltetését, mind pedig mondjuk a karbantartás gyakorlatát, akár mondjuk egy hővisszanyerő szellőztetőnek a szűrőcseréjét, vagy pedig egy pelletkazánnak a pellettel való utántöltését. Tehát ezeket úgy meg tudják figyelni, részt tudnak venni benne, vagy pedig ilyen távoktatásban én lefilmezem, hogy mit csinálok, és akkor megmutatom nekik. De akár műszaki fizikán is volt olyan, hogy ugye levitték a kollégák is, illetve magam is hallgatókat, és akkor megmutattuk, hogy például egy vákumcsöves napkollektornál, ha megfogod, akkor az tök hűvös, azért, mert ugye a belső-külső cső között jó a szigetelés, vákum van, és a vákum, mint az űrben is, ugye csak a sugárzás, mint a napsugárzás megy rá, át rajtam, mint hő, és ugye nem fúj a szél ott bent, nincs ami vezesse a hőt, tehát hűvös marad a széle, hiába melegedett a belseje föl. Ugyanígy egy síkkollektornál, ha megfogod, akkor egy kicsit melegebb, tehát igaz, az is szigetelve van, de lehet érezni rajta, hogy meleg. És ez például ugye műszaki fizikában is felhasználható oktatásban, gyakorlati jelentősége pedig annyi, hogy a vákumcsöves kollektor az ugye már februárban is szépen tud termelni a hűvös időben is, mert jól le van szigetelve ugye a vákum segítségével. Szóba került ugye a passzív ház kapcsán, hogy elfogyaszthatjuk-e az év százmilliók alatt felgyülemlett fosszilis energiakészletet ugye a föld alól, igen, illetve hogy tönkre tehetjük ezzel a klímánkat és a földet. Tehát, hogy csak a közvetlen veszélyekre kell figyelni egy etikus mérnöknek, meg egy embernek, hogy mondjuk ne okozzon tüzet, balesetet, halált, vagy pedig arra is, hogy a gyerekeinek élhető földet hagyjon itt a földön, vagy esetleg 100 év múlva, vagy 1000 év múlva a következő generációk ugye miből fognak majd megélni. Mi itt elfűtögetünk a gázzal, de ha 100 év múlva, vagy 1000 év múlva nem lesz, ők mit fognak csinálni? Igen. Tehát, hogy a kőolaj se úgy keletkezik, meg a benzin hát sem. Igen. Hogy lecsapod a macskát, aztán ott van a igen, dolog, hát az egyszer hát, elfogy, igen. Sokkal nagyobb rendszerek vannak, úgyhogy szoktam is mutatni két dolgot, nem tudom, lehet, hogy érdekes nektek is. De jó! Ez itt a Globi, nem saját szerzemény, hanem ugye egy ilyen oktatási célú kis földgolyó, akit így be lehet mutatni, hogy hát védjük meg, tehát a piros sapka itt a jeget védi az északi sarkon, aha, hogy ugye ne olvadjon el, egy gyerekeknek szoktam mutatni, vagy például készítettem egy színezőt, nem tudom ez mennyire látszik, majd átküldöm, és akkor esetleg úgy alávágod. Ez a színező egy fa, igen, ahol a különböző leveleken energiatakarékos megoldások olvashatók, és akkor amelyiket te magad is csinálod, azt ugye zöldre tudod színezni. Nagyon szuper, hogy ugye a hallgatóknak be tudjátok mutatni, ugye ahogy mondtad, elvinni oda a passzív házhoz őket bemutatni, és nem csak a hallgatóknak, hanem hát most ugye a vírushelyzet miatt, de bárki számára megtekinthető ez a passzív ház. Mit gondolsz, hogy későn lép az emberiség, vagy nincs késő még? Hát az IPCC jelentés szerint ugye ezben már azért elég sok tudós összegyűlt és ezt összeírt, tehát nagyjából egy évtizedünk van, hogy ezt a változtatást Aszta. Megcsináljuk. Tehát ezért is alakultak ezek a mozgalmak, aha, mondjuk, amiket most hallani,
hogy ezt már nem tolhatjuk tovább a mi gyerekeinkre, hogy majd, Aha. hogyha ők fölnőnek, megcsinálják, hanem Azta. ezt nekünk kell most. Tehát ez viszonylag sürget az idő sürgős. Minket, igen. De mondom, a napelemet is lehet 3 év alatt telepíteni, meg beszigetelni a házat is lehet 3-4 év alatt. Ha az ember először takarékoskodik, akkor meg tudja nézni, hogy hol tud spórolni, és azt viszont nem akármi másra költi el, például horvátországi nyaralásra, meg egy kis koronavírusra, hanem ugye megújuló technológiákra. Mondjuk, aki pénzzel tud spórolni, lehet, hogy energiával is előbb. Igen. Előbb jut igen, eszébe spórolni minden. Igen. Az utolsó kérdésem pedig, Zsófi, hogy milyen hétköznapi tapasztalatokat lehet leszűrni a passzív ház működéséből? Ez az utolsó kérdésem. Ugye hát nagyon nekem is először meg kell emésztenem ezt a témát, mert tényleg nagyon, nagyon új nekem is, és szerintem a nézőknek is, de fantasztikus számomra ez a dolog. Megnézhetjük ott ugye, hogy a kollektorok és a napelemek azok szépen működnek. Az a helyzet, hogy most egy picit a napelemek olcsóbbak úgy telepítésre, de a kollektorok meg talán olyan helyeken, ahol mondjuk nem olyan erős a villamosenergia hálózat, azok kedvezőbben tudnak működni, tehát egy napkollektoros rendszer kis szivattyúját minimális energia tudja működtetni, tehát igazából az egy kedvező dolog. Hogyha megnézzük, akkor a biomasszánál én itt a pelletkazánt emlegettem, hogy itt pellettel fűtenek, ami ugye ilyen kis apró fa, tömörített fa rudacskák, vagy ilyen kis pasztillák, de ugye mi az, ami általában megtalálható, mondjuk a hasított fa, és így aztán akár faelgázosító kazánnal, hogyha az ember egy rendszert kiépít, vagy vegyes tüzelésű kazánnal, de itt a vegyesnek nem az, hogy szemét és fa, mert tilos, hanem a 2 éves kiszáradt fa, tehát amikor tényleg a tiszta fát tüzeli az ember, akkor kevesebb porral, kevesebb korommal nincs az a keserű szag, tehát, nem, tehát egy jó tüzelésről beszélünk, akár 90%-os hatásfokkal is elégethető, és ugye a fa az, amit újra tudunk ültetni, tehát földgázt nem tudunk a föld alá visszanyomni, kőolajat sem, tehát fát viszont tudunk ültetni. Úgyhogy emberi léptékben ezt jelenti a megújuló, hogy ugye megújul az a biomassa, amit elhasználunk, és még a hőszivattyúkról ugye kevés szót említettem. A hőszivattyúk azok nagyon érdekes és klassz dolgok, mert ugye viszonylag kis egységnyi villamos energiával, tehát mondjuk egy egység villamos energiával, akár 3 egységnyi hőt ki tud a környezetéből, akár a levegőből, vagy a talajból hőszivattyúzni, ugye innen van a neve. Igen. Csak figyelni kell, hogyha azért fűtésre ezt telepítjük, akkor persze sokkal jobb, mint hogyha simán villamos fűtést használnánk, tehát az a legpazarlóbb, és az valami katasztrófa. De hogyha a hőszivattyút megnézzük, akkor figyelni kell arra, hogy mivel oldjuk meg a villamos energiának a kielégítését, hogyha az erőművi rendszerből, ugyanúgy, ahogy az elektromos autóknál is ez egy nagy becsapás, hogyha hálózatról töltjük, akkor van bizony szennyezés csak az erőműveknél. Aha. Aha. És az erőműveknek ugye adott egységnyi energiából mondjuk a harmada, negyede elérkezik hozzánk, majd a saját környezetünkből visszaveszünk energiát hozzá, tehát igazából ugyanannyi egységet, szennyezést és energiafogyasztást az eredeti erőművi helyen is kibocsátunk, tehát nem jutottunk előrébb. Ha napelemet telepítünk rá, akkor pedig a szezonalitással van baj, mert a napelemek nyáron termelnek, nekünk viszont ugye télen kell a fűtéshez Igen. a villamos energia, hogyha hőszivattyút szeretnénk alkalmazni. Úgyhogy én itt egy kicsit óvaintenék mindenkit, sokkal jobb hőszivattyúkat olyan technológiáknál alkalmazni, ahol mondjuk egy gyárban egyik oldalon van fűtési igény, másik oldalon hűtési igény, és a kettő között egy hőszivattyúval segítjük az energia átmenetet, de pont a fűtésnél én inkább a biomassa, illetve a villamos energia használati melegvíznél a biomassa plusz napenergia megoldást tudnám javasolni mindenkinek.
Szuper. Hát Zsófi, nem semmi. Ezt nekem is meg kell mészteni, mert nem tiszta minden. Igen, De... azon gondolkoztam, hogy mennyire tudnám azért ezt úgy elmagyarázni, hogy mindenki megértse. Hát reméljük, reméljük azért megértették pár. Úgyhogy tényleg nagyon okos vagy, Zsófi, köszönjük szépen, hogy segítettél. Akkor összegezve a dolgot, hogy vannak Tatabányán ezek a passzív házak, ugye az Edutus Egyetem hallgatói oda járnak ugye tanulmányozni ezeket, de mindenki számára látogatható, ugye, hát ha nem lesz ez a vírus, akkor meg lehet nézni. Tényleg szerintem nagyon sok mindenkit érdekelhet ez a téma, főleg, hogy ugye nagyon sok ember, és ugye intézmény is már azon van, hogy megoldja a klímaváltozással kapcsolatos problémákat, és ahogy Zsófi is mondta, kedves nézők, hogy ez 10 éven belül, egy évtized alatt ugye, hát meg kell oldani ezt a problémát, mert hogyha azt akarjuk, hogy az unokáink is még itt vígan, meg a dédunokák is eldegéljenek itt a földön. Úgyhogy nagyon köszönöm, Zsófi, nagyon kedves vagy, hogy segítettél nekünk egy kicsit jobban a témában, mert én nem nagyon értek hozzá. Úgyhogy további sok sikert neked, és gratulálunk az eddigi eredményeidhez. Köszönöm szépen. Én pedig még csak annyit tennék hozzá, hogy hát ezt valahol tudott használni, úgyhogy köszönöm szépen én is itt a lehetőséget, és pont azért szeretnénk mi is ezt így bemutatni a többieknek, hogy lássák, hogy nem kell mindenkinek energetikus mérnöknek lenni, egyszerűen utána kell olvasni, meg kell kérdezni az illetékeseket, olyan energetikai mérnököket például, akik értenek Igen. hozzá, és akkor elindulni abba az irányba. Tehát egy kicsit megismerni, utána olvasni. Nekem is, ugye én is úgy szedtem össze az ismereteimet, hogy ugye mindennek utána Igen, olvastam. nagyon szuper. Meg ugye megkérdezni egy okosabb embert, hogy mondod, aki ért hozzá. Igen, hát nekem is folyamatosan ugye konzultálnom kell, és én is ugye Aha. megkérdezem a nálam okosabbakat. Aha, nagyon érdekes. Köszönjük szépen. Szerintem nagyon érdekes volt a téma, úgyhogy nagyon kedves vagy, Zsófi, köszönjük. Köszönöm. Remélem, hogy érthető volt, éppen Zsófival beszéltünk, kedves nézők, hogy én sem nagyon vágom ezeket a szakszavakat, meg a kifejezéseket, úgyhogy köszönöm szépen neki is, hogy próbálta úgy elmagyarázni ezeket a dolgokat, hogy mindenki számára érthető legyen, főleg az én számomra is van egy-két dolog, ami nem volt tiszta. Ugye, hogyha valaki az Edutus Egyetemre megy, akkor tud a passzív házakról tanulni, meg lehet nézni, ugye viszik oda a hallgatókat. Most a koronavírus egy kicsit keresztbe tett, de nem csak a hallgatóknak, hanem mindenki számára látogatható, a gyerekeket is próbálják ezzel a színezővel arra nevelni, hogy próbáljanak energiatakarékosan élni, menjenek mozogni, biciklizni, a munkahelyre ne autóval menjünk, ha van lehetőségünk, akkor biciklivel. Csupán a házunkat egy szigeteléssel, hogy tudjuk energiatakarékosabbá tenni, úgyhogy fantasztikus, és figyeljünk oda. Például ilyen apró dolgok mellett megyünk el, hogy éjszaka húzzuk már ki akkor azt a routert, úgyse használjuk a wifi-t. Ilyen apró dolgok, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nagyon köszönöm a felkérést, én nagyon fontosnak találom ezt a dolgot, mivel lesznek nekünk is gyerekeink, unokáink, dédunokáink, és így tovább, és hogyha csak 10-10-20 évünk van, akkor igenis sürget minket az idő, és most kell tenni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Még egyszer köszönöm, bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, és hasznos volt sokak számára, ha nem érthető elsőre, akkor hallgassátok meg még egyszer, olvassatok utána, tudom, hogy sok mindenkit érdekel, és hogyha még gyerekek vagytok, és erről szeretnétek majd a későbbiekben tanulni, Tatabányán ott az Edutus Egyetem, ezzel kapcsolatban is utána tudtok olvasni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!